Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy teli hold jóslás védikus asztrológiával. Egy teli hold azt jelenti, hogy a nap és a hold egymással szemben áll. A nap megvilágítja a holdat, láthatóvá teszi. Ez kihat a hétköznapjainkra, hiszen egy teli hold megvilágít valamit. Ezúttal, ahogy a képen is látható, az álmainkról, a vágyainkról van szó, hogy mi teljesedik be, melyik elképzelés lesz valóság, ezt most megvilágítjuk. Itt a kártya jelenti az érzelmeket, hiszen a kelyhekről van szó, és a kelyhek szimbolizálják a víz elemét, ami az érzelmekre utal. Itt a gyermekek jelentik a múltat, a gyermekkort, az ifjúságot. Itt vannak emlékek a múltból. A szép emlékeket meg kell őrizni. De ha vannak olyan emlékek, ami szomorúságot vált ki belőled, akkor búcsúzz el ezektől a témáktól. A kép azt is jelentheti, mivel érzelmekről van szó, hogy valaki gondol rád a múltból, megvan ez a nosztalgia, szeretne visszatérni hozzád. Itt látható a sors kereke, bíz abban, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. Ha tényleg az kell, hogy ez a személy visszatérjen hozzád, és legyen újra egy találkozás, akkor engedd meg azt, hogy ez tényleg így legyen. Itt látható a kehely, ez a tiéd, hiszen erre utal az egyes szám. Ez olyan számodra, mint egy belső forrás, jelenti az intuíciódat. Hallgass a belső hangodra. Ha tényleg arról van szó, hogy valaki vagy valami visszatér a múltadból, akkor hallgass a belső hangodra, figyelj oda erre, jót tesz ez neked, igen vagy sem. Ha igen, akkor fogadd ezt el, ezeket az emlékeket, vagy ezt a találkozást. Ha nem tesz jót számodra, akkor engedd el a múltad. És most rátérek az asztrológiára. Itt van a védikus horoszkóp. A nap az ikrek jegyében van, az indiai számítás szerint, a hold szemben, a nyilas jegyében. A hold az a mula holdházban van, ami utal a gyökerekre. Itt kellenek az alapok. Viszont a nap az ardra holdházban van, ami jelenti a fiatalos kisugárzást, jelenthet egy új irányt, egy új kezdetet. De mivel a hold itt egy kvadrát aspektusban van Neptun bolygóval, a hold a nyilas jegyében, Neptun bolygó a halak jegyében, itt van egy kihívás. Itt érzelmekről van szó. Neptun bolygó itt jelenti az álmokat, az elképzeléseket. Viszont ha a múltban voltak csalódások, akkor jelenleg vannak félelmek, hiszen bizonytalan vagy. Félsz attól, hogy újra csalódás ér téged. És itt is látható a múlt, az emlékek a múltból, az érzelmek. Ha így van, hogy félsz attól, hogy újra csalódás ér, akkor ez fékezi a dolgokat, és megpróbálsz ott legyökerezni, ahol biztonságban érzed magad.
Viszont a nap megvilágít új lehetőségeket, egy új irányt. Ha bízol a sorsodban, hogy minden úgy lesz, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva, akkor nyitott vagy változásokra. Viszont ha a Hold és Neptun bolygó kapcsolata hat ki rád a saját érzelmeidre, és kiváltja ezeket a bizonytalanságokat, a félelmeket, hogy újra csalódás ér téged, akkor nem mersz belevágni ebbe az új kezdetbe, vagy nem látod a lehetőségeidet. Holott vannak jó kapcsolatok is, Mars bolygó és Merkur bolygó között, és Vénusz bolygó és Jupiter bolygó között, erre még visszatérek. Itt ez a férfi kimutatja a nagyságát, a büszkeségét és a bátorságát, hogy győzelmei voltak, győzelmek a támadások ellen. Sőt, itt látható, hogy megvan nála a jó lét, a jó anyagi helyzet, sőt, vannak nála értékek, belső értékek is, hiszen tehetséges, valamit ki tud alakítani az életében, sőt, itt a tűz eleme jelenti a bátorságát, és itt a föld eleme a biztonság érzetét, hogy megvannak az alapok erre. Itt közeledik hozzád, átnyújtja számodra az arany érmét. Ez lehet anyagi segítség, vagy egy jó ajánlat, például ami a munkádat illeti. De jelenti a belső értékeket is, hiszen kimutatja azt, hogy értékes vagy számára. Azon kívül ez az arany érem jelenti a föld elemét, ami utal reális dolgokra. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt a királynő, és uralkodsz a levegő eleme felett. Ez jelenti a jó ötleteidet, a terveket, a könnyűséget, a mozgást és a kommunikációt. Ő közeledik hozzád, és te nyitott vagy beszélgetésekre. Ő kimutatja a büszke tartását. És most megnézzük újra, hogy mit mutatnak a csillagok. Mars bolygó az jelenti a te életerődet, vagy a férfiakat. Itt van egy szextil kapcsolat Merkur bolygóval, ami jelenti a cselekvéseket, a szerződéseket, vagy a kommunikációt. Itt ez most nagyon előnyös, a beszélgetések, a tárgyalások, a szerződések, különösen a férfiaknál. Itt van Vénusz bolygó és Jupiter bolygó között egy fél szextil, ami szép és jó kapcsolat, Vénusz bolygó az ikrek jegyében, Jupiter bolygó itt a bika jegyében, egy szomszédos jegyben, megvan a közelség, a bizalom. Jupiter bolygó jelenti a szerencsét számunkra, hölgyekre, vagy egy szerencsés fordulat, ami a párkapcsolatot illeti, hiszen Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmi témákat. De azért ügyelni kell az érzelmeinkre, mert itt lesznek azért félelmek, bizonytalanságok, ezen át kell tenni magunkat, és akkor lesz egy ilyen jó fordulat a szerelemben, és ami a kommunikációt illeti, a beszélgetések terén is. Ez a kép azt jelenti, hogy mennyire fontos a belső nyugalom, a belső egyensúly, hogy mérlegeld a dolgokat, és legyen meg ez a nyugalom,
a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogy a sors ezt szeretné. Legyen meg a bizalmad. Itt is látható a szerencse, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Azon kívül itt újra a bizalomról van szó, hogy minden úgy alakul, ahogy a sors ezt előírta, minden úgy alakul, ahogy itt a csillagképekben ez le van írva. A csillagok utalhatnak egy spirituális területre is, és itt mérlegeled a dolgokat, vannak szép ötleteid, tehát nem csak a szerelem fontos, hanem ez a terület, ez a spirituális terület is, ezek az álmok, az elképzelések, és ez a teli hold most megvilágítja ezeket az álmokat. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!